Üdvözöllek! A lineáris algebrai geométria alkalmazását fogjuk most megvizsgálni. Később, amikor már többet tudunk lineáris algebrából, akkor további geométriai transformációkat is meg fogunk ismerni, úgy mint tükrözés, vetítés. Nézzük akkor a forgatást. Mit is jelent a forgatás? A forgatás az azt jelenti, hogy van egy pontunk a síkon, és egy másik pont körül alfa szöggel pozitív irányban, tehát az orromutató járásával ellentétesen elforgatjuk. Ez egy transformáció, jelölje ezt a transformációt R index alfa. Alfa az azt mutatja, hogy mekkora a szög, a nagy R pedig a rotáció kezdőbetűje. Tehát ha van egy P pontunk, akkor ez a transformáció hozzárendel egy P-vesző pontot. Nézzük meg, hogy mit lehet mondani erről a transformációról. Úgy érezzük, hogy lineáris lesz a dolog. Tulajdonképpen euklideszi geometriában ezt be lehet bizonyítani, és egyéb tulajdonságait a forgatásnak. A standard bázisra vonatkozóan, tehát az IJ vektorpárra ilyen sorrendben írjuk fel a mátrixát. Az, hogy ezt megtessük, föl kell írnunk az I és a J vektorok alfa szögű elfoglatás után adódó képét. Itt most feltesszük, hogy az alfa hegyes szög, de kicsit bonyolultabb diszkosszióval ugyan, de ezt ki lehet teljeszteni, egészen 2 pi-ig, tehát akár tompa szögre is működik az a gondolat, mert csak akkor egy kicsit többet kell számolgatni. Az, hogyha van egy leképezés, egy lineáris leképezés, és valamilyen bázisra, vagy bázispárra, különböző vektorterek esetén keresjük az ő mátrixát, az sokszor így jelölik, tehát ugye a szögletes zárójel, az arra utal, hogy az lineáris napon, hát bebizonyítottuk valamilyen euklideszi geometriában lineáris a leképezés, ennek a leképezésnek keressük a mátrixát, ugye a mátrixot is sokszor szögletes zárójellel jelöljük, de pedig leírjuk, hogy milyen bázisokra vonatkoztatva. Van tehát akkor az I vektorunk, nézzük meg, mi lesz az ő elfoglalatotjának a képe. Ugye a vetületet hívjuk koszinusz alfának, a másikat a másik befogót pedig szinusz alfának. Hát akkor ezek szerint az R alfa I így írható fel. Tehát koszinusz alfa és szinusz alfa az ő koordinátái. Tehát amikor majd képezzük a mátrixot, akkor az első oszlop, mert most ugye az I-vektort nézzük, az első oszlopba ebből kell képezni az oszlopvektort. Tehát ez az első oszlopban. A második oszlopba a J-vektor alfa szögű elforgatottjának a koordinátái kerülnek. Tehát elforgatjuk valamilyen alfa szöggel, akkor ugye így kell mondani, hogy így elforgatom alfával, tehát a vetület a koszinusz, és ez a befogó a szinusz. Akkor ezt figyelembe véve, és most itt figyelembe kell vennünk az előjeleket, hogy ez volt ugye, itt az előbb még az első síknegyed, a második síknegyedben ezek a távolságok, távolság az, ha nem előjeles, akkor az pozitív, tehát akkor az előjelet nekünk kell odarakni a koordináták elé. És ezért említettem még a bevezetőben, hogy ha itt az alfa nem hegyerszük, hanem kicsit nagyobb, akkor egy diszkusziót kell végeznünk annak megfelelően, hogy ez a harmadik vagy a negyedik sík negyedbe esik, és akkor annak megfelelően kell az előjeleket megválasztani. És aztán a végén egységesíteni lehet a dolgot, hiszen tudjuk,
hogy a koszinusz alfa, az például egy páros függvény, a szinusz alfa egy páratlan függvény, és akkor amit így mi most le fogunk vezetni hegyes szögű alfára, az igaz lesz tetszőleges alfára. Hát 2 pinnél nagyobbra megy persze azért igaz, mert a forgatás az 2 pi szerint periódikus. Visszatérve tehát, mi lesz a J vektor elfogatásának a képe? Ugye mínusz színusz alfa, itt pedig ugye ez koszínusz alfa szor J. Tehát ez kerül a második oszlopba. Tehát második oszlop első eleme mínusz színusz alfa, második oszlop második eleme koszínusz alfa. Tehát így néz ki a mátrix. Milyen tulajdonságai vannak ennek a mátrixnak? Hát ha megint támaszkodunk a lineáris az euklideszi geometriára, akkor ezeket közvetlenül föl lehet írni, vagy ha valaki nem akar támaszkodni, akkor itt viszont a lineáris algebra a trigonometrikus azonosságok segítségével kell ezt közvetlenül bizonyítani. Nézzük, mik ezek. Ez bizony kommutatív. Tehát én valamit elforgatok alfa szöggel, utána béta szöggel, akkor az független a sorrendtől, oda jutunk. Zárójelben megjegyzem, hogy itt az alfa, béta, az nem fontos, hogy úgymond pozitív szögek legyenek, és hogy 0 és 2 pi közösenek, bármi lehet. Elforgathatok valamit mínusz 10 fokkal, utána plusz 600 fokkal, bármi lehet, tehát ki lehet terjeszteni. Milyen tulajdonsága van még? Következő. Valamit elforgathatok alfa szöggel, utána béta szöggel, az ugyanaz, mintha rögtön egy lépésben alfa plusz béta szöggel forgatnám el. Megjegyzés, ha ezt az összefüggést bebizonyítjuk az euklideszi geometria keretein belül, és utána elvégezzük ezt a mátrixszorzást, akkor megkapjuk a színuszfüggvény és koszínuszfüggvény úgynevezett addíciós formuláit. Tehát, hogy a színusz alfa plusz béta és a koszínusz alfa plusz béta hogy írható fel kicsit egyszerűbben. Mi lesz ennek a transformációnak az inverze? Hiszen ez invertálható, ugyanis ha valamit elforgatok alfa szöggel, utána pedig mínusz alfa szöggel, akkor visszakapom az eredeti pontot. Tehát ilyen egyszerűen és viszonylag szépen lehet felírni az inverzét. Végül van egy érdekes tulajdonsága. Aki tudja, hogy mi a determináns, az ezt érti. Aki még nem tanulta, az ezt üzelne foglalkozom, majd később nézze meg. Ennek az a geometriai jelentése ennek az összefüggésnek, hogy a forgatás az egy úgynevezett területtartó geometriai transformáció. Hát persze, ugye látjuk, valamit elforgatok, hát miért változna meg a háromszög területe, vagy egy négyzet területe, vagy egy körterület. Hát ugyanaz. Valóban. Ezeket az összefüggéseket föl lehet használni például. Előbb említettem itt a színusz-koszínusz addíciós formuláit. Szeretnénk például levezetni egy formulát a színusz 10 alfára. Mit lehet akkor csinálni? Nézzük meg, ha itt a béta helyére alfát írok, akkor azt kapjuk, hogy R2 alfa az R alfa négyzet. Illetve, ha ezeket a szorzásokat egymás után alkalmazzuk, tehát összeszorozzuk az R alfát önmagával 10-szer, az ugye R alfa a tizediken, az nem más lesz, mint R 10 alfa. Tény és való, hogy itt most akkor egy mátrix tizedik hatványát kell kiszámolni, azóta esetben ugye az azért ez egy kicsit kényelmetlen lehet, de működik a dolog, színusz 10 alfára és koszínusz 10 alfára kapjuk az addíciós formulákat. Ez egy járható út. Megjegyzem, hogy egy kicsit egyszerűbb járható út a komplex számok úgynevezett trigonometrikus alakjának a felhasználása. Az egy picit egyszerűbb, sőt, létezik az úgynevezett
exponenciális alak, ugye az Euler formula azzal is talán egyszerűbb, mint ez a mátrixos, de minden esetre ez működik. Megismerkedtünk tehát a forgatással, felírtuk a standard bázisra a mátrixát, és megismertük néhány tulajdonságát, ami azért elég fontos.